A hétnap 45. számában a heti jegyzetet Hodolik Boglárka írta. A címe Asszonykor. A magyar animáció története 110 évvel ezelőtt kezdődött. Csáki László animációs filmrendezővel Talpai Lórán beszélgetett. Vajdaságban járt Böde Péter, a vándormeseíró. További közéleti témáink. Helyreáll a középiskolások diák segélyeztetése Vajdaságban. Örökre beírta a nevét közösségünk történelmébe. Pásztor Istvánra emlékeztek halálának évfordulóján. 80 éve történtek az 1944-es magyar ellenes megtorlások. Olvassák el azt az interjút, amely Kudlik Zoltánnal, Szabadka Város Kegyeleti Bizottságának elnökével készült. Heti interjúnk. Az adai kézilabdázás 90. évfordulója alkalmából Gyurovics Margit életműdíba részesült. A korábbi sikeres kézilabdázót és edzőt Tóth Tibor kereste fel. A tájolóban a helyi lapok létjogosultsága. 20 éves a bács hegyi Fecske falu újság. A közelmúltban Magyar Kanizsán megünnepelték a Cselgáncs megjelenésének 50. évfordulóját. Vajdaság legritkább költő madárfajai és élőhelyük bemutatása, hetedik rész a Fekete Gója. Szabadkai Napló. Aláírták a szerződéseket az MNT ösztöndíjasai, Kartali Robert összefoglalója. A Bánáti újságban két muzsjai eseményről olvashatnak. Az idén is megszervezték a jubiláló házaspárok ünnepét, és ötven éves a nőklubja, Konyakovács Otilia beszámolói művelődés, oktatás, Szabadkán mutatták be Bene Zoltán igazak című regényét. Még sokszor ötvenet. Könyv az újvidéki színház fél évszázados fennállására. A képek mélysége az, ami izgat. Interjú Tornai Zsigmond képzőművésszel készítette Szerda Zsófi. Otthon és család, Juhász Elizabetta gyógynövényes kencék receptjeit ossza meg olvasóinkkal. A sírás, mint az érzelmi kifejezés eszköze írta papágot a pszichológus. Erények vagy bűnök rózsossombor szövege. A pálya széléről az állandóság jegyében, azent zentai tiszavirág klubban jártunk. Iránytű pillantás a jövőbe okos szemüveggel. A felsoroltak mellett a 16 oldalas RTV melléklet és a már megszokott szórakoztató tartalmak sem maradnak ki a hét nap legújabb számából. A címoldalon apró József felvétele látható. Keressenek minket az interneten is! Fizessenek elő heti lapunkra, és ajándékként önöknek is elérhetővé válik az online lapozható friss tartalmunk. Erről, valamint megvásárolható könyveinkről, kiadványainkról érdeklődjenek a 024-555-856-os vagy a 024-525-190-es telefonszámon.